New York Giants a következő gárdánk, ahol ugye úgy megint csak szóba hozhatnánk Arthur Brown, mint a legjobb középső linebacker, de ugye ezt tudni kell, hogy a New York Giants szinte soha nem draftol linebackert az első körben, ez már tradíció náluk. Viszont defensive end, az ugye ugyancsak elhangzik, ugye Umenyira távozása után, hiszen ugye Tuck visszaesett, ugye Pierre Paul ugye élete formájában van, de hát ugye egyedül ő sem tudja ezt megoldani, úgyhogy náluk ez mindig prioritásnak számított. Ugye a támadófal kiment, így ez nem zavarja meg őket, esetleg a secondary az, ami még szóba jöhet. Vagy egyértelmű, hogy a front szemembe választanak? Hát az biztos, hogy védelembe fognak. Az teljesen biztos. Nem tudom. Talán meglepő lenne mindenképp, hogy a Floydot ők bepróbálnák. Én mindenki, hát mondtad, hogy linebackert nem húznak, de... De nem ártana. De nem ártana nekik egy linebackert. Arthur Brown itt nagyon jó velük lenne. És mi lesz Cruise-nak a sorsa? Aláírja az RFA tendert, kap egy új szerződést, és boldogan élnek, míg még nem halnak. Ez a legrosszabb eset, hogy egy Mike Wallace utat bejár. Ugye jövőre korlátozások nélküli szabad ügynök lesz, és akkor tesztelheti a piacot, hogy valójában mennyit is ér. Kérdés az, hogy ez a slot receiver pozíció ez ér-e annyit, mint amennyit ő gondol magáról. Ugye Roddy White mondt, üzente neki, hogy a nagyfiúk a széle játszanak. Én nem gondolom azt, hogy nem nyilvántom a fizetési igényét, de valószínűleg nincs pariban azzal, amit valójában ez a pozíció, vagy amit a Giants gondol, hogy ez a pozíció megér. Mezzel adásban a top 10-ben van Cruise, úgyhogy... Hát hiába, lehet, hogy slot receiver, de ő első számú elkapó. Tehát nem hát a helyzetét mondom, hanem a szerepkörét. Tavon Austin Rensbe valószínűleg első számú elkapóként tekintenek rá, és ő slot receiver, tehát másként nem lehet alkalmazni. De ez egyáltalán nem meglepő azután, hogy Amendola volt tavaly. Ez így ugyanígy, van. Ugyanezt a szerepet töltötte be. Tehát attól, hogy valaki honnan indul, elsősorban az számít a szerződés adásnál, hogy milyen számai vannak, tehát hogy milyen, hány yardot termel, és hát nyilván ők Hakim, Nixet és Cruise nem tudják folyamait, hogyha lejár a szerződése, akkor két első számú receiver fizetését a keretben tartani, úgyhogy közben ne essen vissza a többi posztnak az erőssége. De ez egyelőre nem zavarja őket most, hiszen ugye a receiver gondokat azt megoldják, hogyha aláírják vele a tendert. Lehet, hogy most megtörik a várakozás, és húznak egy linebackert, mert talán azzal lennének legelőrébb. Viszont, hogyha pass rushert gondolnának, akkor akár Werner, vagy Keredine itt simán benne van. Viszont utána a Chicago jön, és ha most nem visznek linebackert, akkor szerintem nem ment minket meg senki, hogy a Bears-hez mentality-on menjen. Tehát én arra azért készülök már, hogy vagy mindenki készül, de nézzük akkor össze a Giants-t. De Werner jó lenne, hogy két német egymás után két drafton. Ugye Kuhn után. Igen. With the 19th pick in the 2013 NFL draft, the New York Giants select Justin Pugh. Pugh! Wow. Na, sapkát. Igen, mondjuk nem neked kell felvennem, mert GM játékban, mintha... Nálam van Justin Pugh, a GM játékban a második. Ha megnyertem a Super Bowl-t így 2x32. Mélyok mondjuk írtam már még a draft előtt, ugye... És ugye helyi srác, mert ugye Syracuse. Igen, Pugh nagy eséllyel első körös lesz. Hát bejött, de ez szerintem tényleg csak annak köszönhető, hogy OT-rán volt már eddig, és úgy érezték, hogy kell nekik még egy offenzív tekő. Lehet, hogy Flucker célozták alapból, és Pugh jutott, hát nem tudom, benne van. Igazából amikor játszott, ő meggyőző volt, tehát a Big East-ben nem nagyon tudták megverni. A mérete az valamelyest kétséges, hogy ő tud-e majd tekölt játszani, hiszen lehet, hogy inkább bevezénylik majd középre. De ez ugye dílen is múlik, hogy meddig játszik még, meg hogy milyen poszton ő is, azért több helyen volt. És hát engem, ami így zavart, ugye Giants és a támadófal kérdésében, az, hogy számos olyan játékosuk van, akik bár nem elit választottak, de azért kipróbálatlan játékosok, ugye Brewer, McKent, Mosley, ezek az elmúlt két évben jöttek, és mind projekt OT-k voltak, egyik sem vált be. És
az OL coach nem változik, Pugh-ból kell neki majd kihozni azt, ami benne van. Azt hiszem változott. Az mostani OL coach ment el a Templőnek, Templőhez főedzőnek. Ó. De jó, hogy itt ülök benne. Templő főedző, imádják az OL edzőket, hogy Adazio után. Rócz vagy, ami ilyen R-betűs. Pozíciós edzőket azt fejből sajnos. Igen, nem ő lett most a Templő. Adazio elment a Boston College-hoz, és ő lett a Templőnek a főedzője. És szerintem értetetlen választás. Nem tudom, hogy Timi gondolt. Giants-el kapcsolatban tudni kell, hogy náluk az elmúlt, nem tudom, 3 hétben szerintem minden nap változott az, hogy kit várnak éppen a szurkolók is, meg a szakírók is, kit várnak éppen erre az 1-19-re. Ők mindenkit utáltak volna. Mindenkit utáltak, és mindenkit vártak is egyszerre erre a pikre. Nem tudom, hogy ez a Pugh-pik hogyan segíti a csapatot a jövőben. Én nem igazán értem, hogy ezt most miért csinálták. Itt, hogyha OT-t akarnak választani, akkor olyan sokkal jobbat nem tudtak volna vinni. Hát, viszont nyilván. Pugh az első emberünk, akiről nem készítettünk be highlight videót. Nem játszottunk, mert mindenkinél, minden választás után, de ő az első, aki sajnos nem ment. Egy Nessie-bet benyomhattál volna. Nem tudom, a kollégák hallják ezt a stúdió, vagy a... A Nessie-ből csinálta, nem? Igen, igen. Ezt talán még ő is érkezni fog, mert ugye egyelőre egy QB-nál tartunk. És én kihez? Azért, és ugye ráadásul az ESPN kamerái elmentek Matt Barkley otthonába. Tehát aki a Party Down sorozatot nézte, annó ott volt egy olyan, hogy egy QB-nak, egy szőkehelyű QB-nak elmentek az otthonában, és úgy azt hitte magára, hogy elsőkörös lesz, és nem lett az, és a végén az lett, hogy nem akarom, aki érdemes megnézni azt a részt. Spoiler az alert, igen. Spoiler alert, mondjad. Az lett a lényeg, hogy kiderült a vége, hogy homokos az irányító, és nem draftolta senki, úgyhogy ez most aktuális sztori lenne, de reméljük, hogy Barkley barátunk nem zár így.